Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Bárt vagyok, és a Sorító Podcast mai videójában azt mutatom meg nektek, milyen lehetőségeink vannak 2021-ben Magyarországról megtekinteni a pankrációs világ és a videó legnagyobb eseményét, a wrestlemania -t. Három különböző módszert fogok megmutatni nektek, és ebből kettővel akár élőben is követhetitek az eseményt. Ez pedig mindenki igényeit ki fog elégíteni, kezdjük hát! első módszer a WWE Network. Természetesen a WWE saját streaming szolgáltatásán is elérhető lesz a WrestleMania. Ennek vannak pozitívumai, egy lehet élőben követni egy kiváló minőségi streamben a PPV-t, mivel előfizetés szükséges, így egy hónapig elérheted a wrestlemania bármikor, és akkor nézheted meg, amikor akarod, valamint így az összes valaha felvett WWE is heti adást és PPV-t is elérheted, és a dokumentumfilm tárba is belenézhetsz. Ezzel feltártuk az egyik negatívumot is, hiszen regisztrációhoz kötött a szolgáltatás és fizetős lehetőség, mivel egy hónapot mindenképpen kell fizetni érte. A második módszer talán a wrestling rajongók legjobb barátja, egy független website, a wetwrestling.in Itt is vannak pozitívumok, meg lehet tekinteni élőben is az adást egy, valószínűleg egy streamen, és ingyenes a lehetőség. Viszont itt a negatívumok azért többek vannak, és túlsúlyban is vannak. Nem legális lehetőség, hiszen szerzői jogot sért, gyakran nézés közben törölheti a platform a streamet, amit követsz, és legtöbbször gyatra minőségűek a streamek. És fönnáll a malware veszélye is. A harmadik módszer az a végső mencsvár. Senkinek sem javaslom, és senkinek sem ajánlom. Ez pedig a torrentezés. Pozitívum van, hiszen ingyenes és bármikor megtetted a WrestleMania után. A negatívok viszont itt is túlsúlyban vannak, hiszen ez sem legális, mivel lekalózkodod a wrestlemania így szerzőjogot sértesz megint, fokozott a malware veszélye, akit semmit esetre sem ajánlom, valamint csak a WrestleMania után tudod megtekinteni, semmiképp sem élőben, hiszen élőben nem tudsz torrentezni. De van egy plusz egy módszer, amit mindenkinek javaslok, és mindenkinek teljes szívemből tudom ajánlani. Ez pedig a Solitó Podcast Discord szerve, amiben a közösségünk tervez közös élő PPV nézést, és így többet magaddal kiválóan szórakozva nézheted meg élőben a wrestlemania hiszen a Szorító Klub mindenkinek segíteni fog, hogy hogyan oldja meg a WrestleMania nézését. A meghívót a videó leírásában megtalálod. Ennyi volt ez a rövid kis videó arról, hogy hogyan nézzünk wrestlemania 2021-ben Magyarországról. De nem menjetek messzire, hiszen egész héten fogunk foglalkozni itt a Szorító Podcastben a WrestleManiával, rengeteg livestreammel és videóval fogunk jelentkezni. Megéri minket követni, és aki még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornánkra a többi videónkért is. Addig is tudjátok, mit kell csinálni, még ha nincs is itt. Bízzatok a Daktorban! És csak semmi pánik, srácok! And the wrestling is fun! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra! Ha néznél még egy kis szorítót, itt találd a lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élőadásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorító klubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.